előtte olyan helyen voltunk, ahol gázos padlófűtés volt, ugye a vizes rendszer, az lenn van a betonba, és nem olyan rugalmas, nem olyan gyorsan, tehát nagy a tehetetlensége, nem tud olyan gyorsan felfűteni. Sokat kellett szellőztetni, mert mindig túlfűtöttünk, persze azzal is meg kell tanulni, de ez biztos, hogy egy nagy előnye, hogy közvetlen a parketta alatt van ez a fűtőfilm, és nagyon gyorsan, 10-15 perc, és már meleg is a parketta, azonnal lehet érezni a hatást, ha be van kapcsolva. Azért választottam ezt a fűtést, mert ha gázzal akartam volna megoldani, körülbelül a 4-szeres költségem lett volna. Tehát maga a kazán került volna szerintem másfélszer annyiba, mint itt komplett 70 négyzetméternek a fűtése. Tehát a komplett munkadíjjal, lerakás, anyag, mindennel együtt. Tehát az a különbség, amit mondjuk, hogyha egy fél éves fűtési szezont veszek, akkor kiszámoltam, hogy körülbelül a mi fűtésünk az 20 év alatt fogja elérni azt a költséget, mint hogyha gázzal fűtöttem volna, vagyis hogyha gázrendszert rakok be. Nekünk napelemes rendszerünk is van, úgyhogy oda-vissza órával, amit megtermelünk nyáron, azt befelé benyomjuk az elműnek a rendszerbe, ezt méri az óra, mennyi többletet termelünk, mint amit elhasználunk, és akkor azt, mit élen, el tudjuk használni, olyan, mintha egy akkumulátorba tölteném be, csak ez nem egy akkumulátor, hanem az elműnek a rendszerébe tesszük be. Tehát a napelemes rendszerrel, ezzel annyit meg tudunk termelni, évente egyszer olvasnak órát nálunk most már, és az előző évből még nem volt bekötve a napelem, úgyhogy én úgy számoltam, hogy ki fogunk jönni a fűtéssel nullára. Erre alapjáraton azt mondják, hogy 10 év garanciát vállalnak. Na most szerintem a 10 év is kevés, mert vállalhatnának többet, nincsenek mozgó alkatrészek, nincs mi tönkre menjen. Tehát más fűtésekhez képest ez egyáltalán nem foglal helyet, és ami még nagy dolog egyébként szerintem az, hogy ezt később is be lehet építeni. Tehát egy parkettát visszaszedni nem olyan nagy dolog, mint hogyha mondjuk egy olyan padlófűtést szeretnék, ami vizes, akkor viszont ott betonozás, stb. Itt közvetlenül a parketta alá be lehet tenni, tehát az nálunk a parkettáshoz szerintem egy fél nap alatt vissza tudná szedni úgy meg. Tehát egy nap alatt le lehet tenni mondjuk egy ilyen 50-60 négyzetméter, sőt többet is, de hát ez a parkettásnak a munkasebességétől függ, mennyit tud le vagy föl szedni. Ugyanolyan tiszta, mint hogyha gázos padlófűtés lenne, annyi különbséggel, hogy ugye itt nincs beltérben semmi olyan nagy dolog, mint a gázkazán. Én nekem nagyon komfortos, én nagyon szeretem, és a család többi tagja is. Tehát az, amikor bekapcsoljuk, nem vagyunk otthon, és mondjuk úgy megyünk haza, hogy fázunk, 21 fok vagy 21 és fél van a lakásban, amikor műünk otthon lejjebb van állítva, mert ilyen komputeres ez a termosztát. Úgyhogy akkor pedig följebb vesszük, és mondom, 10-15 percen belül már meleg a parketta, le lehet ülni, én úgy szoktam mindig tévézni, leülök a földre. Úgyhogy, és hát nagy segítség volt az, amikor tudtam olyan emberrel beszélni, aki elmondta, hogy náluk is ez működik, vastag szigetelést kell rakni, nyilván a gáz is akkor olcsóbb lenne, de ha villanyt akarok, már én villanyt akartam. Mert azt gondolom, hogy hát egyszerűbb talán. Meg hogyha mondjuk ne talántán valamikor kikapcsolják, elzárják a csapot valami miatt, a villanydrótot könnyebb egyik helyről a másikra elvezetni, mint egy gázcsövet. Úgyhogy én ezért voltam úgy, meg hát ha villany nincs, akkor gázfűtés sincsen, kivétel, hogyha olyan konvektorunk van, mert a cirkóhoz kell a villany. Úgyhogy sok minden belejátszott, de szereti a család, élvezzük, gyerekek is mindig a földön fetrengenek, rajzolnak, stb. Ott játszanak, tehát nagyon jó. Sem volt olyan, aki eljött megnézni, nem akarta elhinni, hogy ez működik. Direkt kikapcsoltam 3-4 órával előtte a fűtést, hogy hűvös legyen. Mondtam, hogy látják, most itt van 20 fok van a lakásban. Pont akkor fotóztunk az alsó szinten, van egy fotóműtermünk, az alsó szinten fotóztunk, tehát nem volt senki fönt, lemehetett a hőfok, és amikor odajöttek, mondtam, hogy nézzék meg, semmit nézze meg, nincs kazán, nincs gázcsövünk, nincs gázóránk, tehát nem mellé beszélek. Bekapcsoltam, mondtam, üljenek le, igyanak egy pohár vizet, vagy egy üdítőt, tök mindegy, megkínáltam őket, és 5-10 perc múlva érezte, hogy tényleg melegszik a parketta, és már mondta, hogy őnek is egy ilyen 20-25 négyzetméteres helyiségbe kellene, de nem akarja fölverni az alját. És meg kellett, hogy tapasztalja. Tényleg működik, na. Én se akartam elhinni, működik.
És egyre többen látom egyébként a neten is, ismerősök komplett házat, 150 négyzetméterest végigúrítják ezzel a filmmel, és jó. Tehát a megfelelő szigetelés mellett nincsen az a karbantartás, mint a gáznál, minden évben hívni kell szerelőt, hogy nézze meg, működik-e rendesen. Itt semmi ilyen nincsen. Fogom egy gombnyomás, és már működik. Sőt, ki se szoktam kapcsolni. Tehát az, ami a falon van, az még nyáron is, jó nyáron, már azért kikapcsolom, de hiába mostanában vannak 18 meg 16 fokok decemberben, akkor is valamikor egész nap be se kell, hogy kapcsoljon, mert annyira nem hűl ki a lakás. Úgyhogy jól működik, mindenkinek tudom ajánlani.